nyomozást rendelt el a BRFK egy helyettes államtitkár korrupciós ügyében a Mi Hazánk Mozgalom feljelentése nyomán, miután azt közérdekű adatigényléssel feltártam, hogy számtalan jogcímen 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt. Kóti Tamás, az Újbudai Önkormányzat előző, tehát fideszes cégvezetőjeként, és a prémiumokkal való visszaélés folytatódik a Szivárvány koalíció alatt is, sőt, még több, már tucatnyi cégnél. A ciklusokon átívelő hűtlen kezelés miatt tett decemberi feljelentésem és bejelentésem ellenére felfelé buktatták a korrupt intézmény vezetőt. Kóti Tamás január 1-től pikáns módon épp az egészségügy gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár lett. Ez ellen hiába tiltakoztam, de a feljelentésem alapján kihallgatásra hívott engem a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya, elrendelték a nyomozást, és a vétetetlen helyzetben a február végén pedig már is leváltották a helyettes államtitkári pozíciójáról. Az elszámoltatása azonban a mai napig sem történt meg, pedig a szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom minden közpénztolvaj esetében Simicska Lajostól Mészáros Lőrincig bármely pártnak is fizetnek védelmi pénzt. Szerte az országban sajnos sokszor gyakorlat, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál az átláthatósággal szemben a látszólagos munkabért többszörösét is kifizeti különböző jogcímeken. A Mi Hazánk Mozgalom képviselőjeként közérdekű adatigényléssel fordultam az önkormányzati cégekhez Újbudán, és több mint 100 oldalnyi felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet is áttanulmányozva több 100 milliónyi forintnyi olyan prémium kifizetését tártam fel, amelyek valójában alapfeladataik voltak a cégvezetőknek. Például az önkormányzat épületét üzemeltető cégnél néhány helyiség kifestéséért járt milliós prémium. Az egyik cégvezető a 2019-es választás utáni hatalom átvételük után képes volt már azt előterjeszteni prémium feladatként a nulladik évére is, a december 1-től hatályos megbízatása után, hogy a cégvezetés átvétele, ez volna tehát egy prémiumot érő plusz feladat. Vagy említhetném az előző, a Fidesz érából a közpénzből fizetett Las Vegas-i útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt, a helyi Habony Árpádot, aki az efféle utazásokra 25 millió forintot költött el közpénzből. Az ő milliós prémiummal díjazott feladat célkitűzése az volt, hogy vegyen magának egy új céges autót. Közérdekű adatigényléssel feltártam, hogy a legnépesebb kerület rendelő intézetének előző, tehát Fidesz ciklusbeli vezetője, az előbb említett Kóti Tamás 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt 2019-ben, az utolsó évében önmagában, holott munkabére elvileg csak 750 000 forint volt, de ennek végül több mint négyszeresét fizették ki neki, teljesen átláthatatlanul. Tehát prémium, természetbeni juttatás, szép kártya, iskola kezdési támogatás jogcímen és végkielégítésként, mely ellen csak én tiltakoztam a képviselőtestületben, az összes többi párt megszavazta, pedig választási ciklusra szóló határozott idejű munka megbízásnál nem járna végkielégítés. A cégvezető ráadásul képes volt önmaga főnökeként szabadság megváltásként is több millió forintot felvenni egy év alatt, pedig valójában sokat hiányozhatott, hiszen álláshalmozó volt. A szakrendelő főigazgatója a fizetése mellé önmagával projektvezetésre is szerződött, úgymond 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés későbbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint 10 milliós megbízási díjat. A DK polgármestere tehát az átláthatóságot kijátszva gátlástalan cégvezetői prémiumokkal sunyin megtöbbszörözi a 750 000-es fizetésüket, pedig az önkormányzati határozat szerint, idézem, az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 750 000 forint per hó, pont. Tehát szó sem volt állandósult prémiumról, amely ellen csak a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozik. Egyetlen cég felügyelő bizottsága
nem támogatta csak a prémiumok kifizetését, amelynek felügyelő bizottsági tagja lehetek, ahol az ellenőrző testületet így meg tudtam győzni erről. Azonban az önkormányzat politikusai még ebben az egy esetben is felülbírálták a döntést és kifizették a milliókat. A Mi Hazánk mozgalom tehát egyedül maradt látszólag, de követeljük ezután is a korrupt prémium útjik megszüntetését, méghozzá szerte az országban, mert sajnos általános gyakorlat ez ciklusokon átívelően.